Az utolsó előtti fázisban vagyok valószínűleg fizikailag, mint sportember. Ez még egy-két évig tartható, amikor még jó vagyok, már nem vagyok a csúcsom, de még nem vagyok az a, ahogy megfogalmaztam egyszer, ciki kategória, hogy na öreg, most már hagyd már abba, mert már elsüllyedsz, mint egy lelőtt bálna itt a vízben. Amíg az ellenfelek tartanak tőlem, amíg az ellenfelek külön embereket állítanak rám, zónavédekezés ellenére engem szorosan fognak, hogy ne tudjak lőni szabadon, addig azt érzem én is, hogy élvezem a játékot. Amikor már ott hagynak, hogy a beteg bivajt ott a csordából ott hagyjuk, leválasztódhat és elkaphatják az oroszlánok, akkor már el kell gondolkodni, azt a szintet nem szeretném megélni. Azt viszont nehéz abban a pillanatban, úgymond forró fejjel a játék hevében, a bajnokság hevében átélni, hogy na most már ez az a folyamat van, fiú, hogy köszönj el, mert már nem bírod tovább. A győztes gólt, melyet az olimpiai tornán nagyszerűen játszó és a döntőben 4 gólt szerző Kis Gergely helyezett el, a szerbek legjobbja Denis Šefik hálójába. A válogatottat úgy engedtem el 2012-ben, hogy teljesen eljött az ideje, nagyban segített a kudarc, hogy nem jutottunk be a legjobb 4-be, nem szerezhettünk aranyérmet, és hogy akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Illetve az is segít, hogy sikeres a mostani csapat. Az egy ilyen fura helyzet lenne, hogy te miért hagytad abba, kell lennél még nekünk, hiszen szenvedünk és küzdködünk, és veled jobbak lennénk. Most jó a csapat, lehet, hogy beférnék, lehet, hogy kell lennék, lehet, hogy nem. Erről már nincs több kérdés. Egyszer, mikor a olimpia volt, itt ünnepeltük az utcán, hajnalig, az a Sydney olimpia volt, soha nem felejtem el, durogtak a pesgők. Volt ki zászló, hogy a zászló. Itt volt anyu. Aki számított, az mind itt volt. Gyerekkoromból mondjuk te maradtál, szembe a műhely, azért itt pár dolog azért megváltozott. Hello, szia! Majd gyere el a cikám! Csokkolom! Csokkolom! Hogy tetszik venni? Szervusz, drágyám! Csokkolom! Jaj, egy fél métert le kell hallgatni. Nőttem meg itt. 37 éve itt vagyok a műhelyben. És akkor a Gergőt ismertük iskolától kezdve. Ha sose felejtem, ahogy anyukád mondta, hogy öreggel vittem a Gergőt az első edzésre, aztán vissza. Akkor itt intézte a dolgait. Na. Akkor volt itt rend az utcában. Akkor volt itt rend. Gergő anyukája házfelügyelő volt. És rend volt itt, mert leslagoltuk a nyáron az utcát minden reggel. A rendezői karszalag mindig nálam minden. Volt, úgyhogy csendrend fegyelem. Irányított mindent. Anyukám hozott, vitt edzésre, ott várt a kocsiban már a vacsora. A készségtantárgyból maradt leckém késő estére edzés utára, akkor egy csomószor ő megcsinálta, még én edzésen voltam már nagyobb koromban. Technika vagy rajz leckét, hogy Gergőke ne fáradjon el. Tehát abszolút ilyen kipárnázott kényelmi helyzetben voltam. Hallottam is egyszer-kétszer, amikor beszélgettek, vagy akár velem is beszéltek már róla később, hogy ők szerettek volna sok mindent az életben, abban a rendszerben, és azok között, a családi körülmények között nem adatott meg nekik, hogy bármit is csináljanak, ami a szürke munkásosztályból őket kiemelhetné, és ők kitűzték, hogy amit lehet, azt adjanak meg nekem, akár majdnem, hogy erőn felül is. Olimpiai bajnok Magyarország! 24 év után a magyar vízilabda csapat nyer! Függ, hogy ugyanaz, mint gyerekkoromban persze. És akkor itt tanultam íróasztal, és nyáron nyitva volt meg tavasszal az ablak, és akkor jöttek itt a inputok. Hetedik előtt inputok, hol ráköszöntem itt a Rabbi bácsira, hol megkergettek valakit. Kamaszkorom ágya. Ezekkel a fákkal keltem, megfeküdtem. Itt azért sok olyan pillanatot éltem át, hogy délután elaludtam egy órára, így leszkeírás után, és hogy úgyhogy mennem kell edzésre, ráadásul dupla edzés van, mert ifjú után mennem kell felnőttre Jézusom. 30 másodperc alatt föltözés, 10 másodperc mosakodás, bekaptam egy falat uzsonnát, és már utolépében mentem a villamos megállóba. Életemben egyszer-kétszer csaltam,
főleg kiskorban, amikor elvitt minket az a hév, hogy most át lehet verni az edzőt, mert nyitott medencébe télen gőzölög a meleg medencevíz, és így a hóesésben a sötét félhomályos uszodában nem látja az edző, hogy megfordulunk, vagy valami nem csinál meg egy feladatot. De alapvetően azt kerestem mindig, hogy inkább többet, mint az adag, és ha lehet, akkor soha kevesebben. Aztán például a Laciékhoz fűződik az első mesztelen nős kép, amit láttam életemben kiskoromban. Itt a izében! Valamiért bementünk anyuval, és néztem, és cicik vannak! Elszégyedtem magam, pedig senki se törődött azzal, hogy én mit nézek. Most is ott vannak azok a képek. Nem emlékszem, erre, ez az, 1985. Kisebb tanácskörút 25. Ez volt az éves plakát a cégnek, állami és a magéva, még a Délegyházán volt az a csaj. Én karácsony ünnepségen is képes voltam rosszul lenni, hogy szöveg nélküli szerepem volt, mert általános iskolásként még ilyen kisítű voltam, meg zavarban voltam az emberektől, ha rám néznek. Aztán meg kellett szoknom, hogy 2-3 ezer ember néz végig, hogy fürdőgatyába végigsétálok a parton. Ugyanaz a legönértékelési problémákkal küzdő kiskamaszból egy ember lettem, egy férfi ember, akinek ki kell húznia magát, és jó esetben azért megyek ki a vízbe, mert jót csináltam, és elfáradtam a jó cselekedetben, és akkor mindenki nekem tapsolt. És aztán persze jöttek ezek a rajongói levelek, meg odalép valaki, és megfogja a hátsómat egy szórakozó alján, és így nézem, hogy ilyen van tényleg. Tehát ezek egy hirtelen folyamatok voltak ahhoz képest, tehát nem 10-15 év alatt alakult ki. Ismerek olyan fiút, van olyan barátom, aki 21 évesen vesztette el a szüzességét, annyira félénk fiú volt. Tehát nekünk azért nem volt sok esélyünk sokáig félénknek lenni. Eleve nagyobb fiúk között nőttünk fel az uszodába, akik osztották az igét. Sok szülő szerintem azt hitte otthon, hogy a kislác még mindig az autóit tologatja, közben meg már így a 17-18 éves fiúktól hallottunk olyan dolgokat, hogy értelmezni kellett magunkban néhány percig a beáramló infót. Amikor elkezdtem nagyon bízni magamban a lányokkal kapcsolatban, nem sokkal utána ismertem meg a feleségemet, Ancsát, és olyan erős lett az érzelmi kötődés és a szimpátia köztünk. Az első találkozásunk után nem találkoztunk egy ideig, aztán elkezdtünk telefonon, vonalas telefonon még akkor, kapcsolatot fölvenni egymással, és amikor először, másodszor, harmadszor találkoztunk ezek után, a telefonálások után, már annyira ismertük egymást, hogy iszonyatosan hamar kialakult egy olyan erős szerelem és olyan erős bizalom, ami után néhány hónappal később, 20 évesen elhatároztuk, hogy ha nem jön közben semmi nagy dolog, akkor mi együtt fogjuk leélni az életünket. Tehát így tök könnyen le tudtam magamról mindenféle dilemma nélkül dobni dolgokat. Azon felül meg nyilván annyiban nehezebb volt, hogy azt viszont nekem kellett lezárni magamban, hogy az a fajta élet, hogy én most minden éjszaka máshol alszom, meg minden héten más barátnővel jelenek meg az uszodában, az nem lesz. Elején be kellett mutatnom így a közegnek, hogy ki a jó ember, ki a nem annyira jó ember. Meg kellett mutatnom ugye az utcának, hogy ő van velem, és nem egy idegen csaj, aki tudja molesztálni, bántani, kirabolni, nem tudom bármit csinálni vele. Hadd mutassuk be egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó sportolónak az édesanyját, Katikát, aki Bárdos és Anyi olimpiai ezüstérmesünknek az anyukája. És itt dolgozik 31 éve? Hát 78 óta. 36 éve. Úgyhogy elment az idő. És ekkor a kicsi gyerek volt, és itt ült a Gergőkém, és imádta a barra. Párnán, hogy fölérjem a levest. És néztem a nagy színészeket, meg zenészeket itt a képeken. Most pedig ugye az olimpiánk óta pedig fölkerültem én is. És ez egy tényleg ilyen különleges dolog, hogy az ember, az a kis rác, aki itt rohangált, aztán egyszer csak ő is egy megbecsült ember lett az eredményeinek köszönhetően, meg a csapatának köszönhetően. A három vízilabdás sírás, az egyik az a világbajnokság volt, amikor a döntőben 98-ban kikaptunk Ausztráliában a spanyoloktól, és nagyon jól szerepeltünk addig.
Aztán dobogó tetején nyilván olimpián, és Londonban összetört bennem valami. Úgy éreztem, hogy nagyon gyengén teljesítek magamhoz képest. Az lehet, hogy egy nemzetközi szinten ez egy közepes teljesítményre kijön, de magamhoz képest az gyenge, és ott annyira összetörtem, hogy nem tudtam visszatartani az öltözőbe, és egy 4 órát 20 percet ültem mozdulatlanul, és nem is szóltam senkihez. Azt gondoltam régebben, hogy a világon csak néhány ember lehet jobb nálam, vagy még annyi se, hogyha éppen jó formában voltam. Az a szint elmúlt, azt az egyensúlyt kell megtalálnom, és arra törekszem, hogy egy játékos vagyok a sok közül. Amellett, ha szükség van rá, akkor a rutinommal, a tudásommal legyek a játékos, aki segít a csapaton, de nem minden áron, tehát nem egy egyszemélyes csapatról van szó, hogy Kis Gergely olimpiai bajnokunk levezet, és akkor róla szóljon a Honvéd, és akkor ő mindent megtehet, és minden támadásból ő akar gólt lőni, nem. Játszani ugyanazt a vízilabdát, amit mindig is szerettem volna játszani, a többieknek segíteni gólpasszokkal, egyéb dolgokkal, és hogyha szükség van, akkor pedig hozni azt, amit tudok esetleg extrákban. Kétszer voltál a világ legjobb játékosa? Akkor jól emlékszem. Ezek önmagukért beszélnek. Jó kis Klauzál utcai ütítőt meg a csokit, ami. Amilyen ruhát felvesz, ő beleéli magát abba a szerepbe. Semmi nem kötelező, de mi körülöttünk, mi közöttünk, ez egy elvárás.